nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Cseh András, a Honvéd ötszörös bajnok válogatott labdarúgója, aki Újpesten edzősködik. Szervusz, üdvözöllek! Jó napot kívánok! Szép tegnap játszott ugye Honvéd az Újpesttel. Ez egy jó párosítás így, nem? Honvéd ötszörös bajnok játékosa Újpesten edzősködik az utánpótlásban. Hát igen, ez érdekes dolog. Visszatérve a eredeti kérdésre, hogy a most volt a Honvéd Újpest, hát a kettős rangadók is nagyon nagy hatással voltak rám annak idején, gondolom a szurkolókra is, és hát ez a Fradi Vasas Honvéd Újpest párosítás, ez mindig egy kuriózum volt, úgyhogy annak idején az megterítette a stadionokat is, úgyhogy hát megmondom őszintén, a Újpestre nem nagyon szerettem játszani, nagyon sok jó fotbalista volt, persze más csapatokban is, de ott azért a Fradi ellen általában úgy volt, hogy nyertünk, nem mindig, de nagyobb részben úgy összejött minden. A Újpest ellen az kikimérkőzések voltak állandóan, vagy nekünk sikerült, vagy nekik sikerült, de így gyerekkoromban érdekes módon, én nem érdekes módon, csak tényként mondom, hogy én nagy Dózsa Drucker voltam. Aztán az élet úgy hozta, hogy végül is a igazi sikereket a Honvéd színeibe szereztem. Aztán most az élet úgy hozta, hogy Honvéd bajnokként, ötszörös magyar bajnokként, meg Kispest örökös bajnoka címet is megkaptam, Újpesten dolgozom. Tehát nem, mintha probléma lenne számomra, sőt, megtiszteltetés, hogy ilyen patinás egyesületnél dolgozhatom. Meg ott úgy gondolom, hogy ismernek, meg elismernek, meg én is jól érzem magam. Csak ez olyan furcsa érzéseket von maga után, hogy... Na, egykori Újpest Drucker, hogy került a Honvédhoz? Hát én Békés megyében születtem, aztán először még a Békés Csabán kezdtem el fotballozni, az adott volt, az egy lépcsőfok volt a Nagy Szénás után, ahol születtem, és hát volt egy edzőm, mindegy, hogy mi a neve, de nagyon hálás vagyok neki, mert azt mondta, hogy bevonultat katonának, mert futbolista nem lesz belőlem, de akkor hát, hogyha lesz belőlem egy rendes ember. És így? Így, igen, igen, igen. És szerencsém volt, ez azért mondom, hogy nagyon sokat köszönhetek, nem ironikusan mondom neki, mert az egy dacot csinált belém, hogy úgy álltam ehhez a dologhoz, hogy azért is meg akarom mutatni, és bevonultam, akkor volt a Szabó Lajosese mezőtúron egy MB2-es csapat, és hát szerencsém volt, mint az életben többször, meg hát az életben 50% szerencse szerintem minimum, de szerencsém volt, mert akkor indult a U21-es bajnokság, és régen kitalálták, hogy volt tartalék bajnokság is, meg 23 év alattiak, most akkor pont 21 év alattiak bajnoksága volt, és én ebbe a korba beleillettem, és akkor már játszottam NB1-be, és a Honvéd akkor megtehette, hogy azokat a játékosokat, akik játszottak NB1-be, NB2-be, és ebbe a korosztályba voltak, azt oda rendelték a Budapestre, és hát 30-onkat teszteltek egy hónapon keresztül. Ki tesztelt, vagy kik teszteltek benneteket? A Vági Pista bácsi felügyelt bennünket, meg a Már János ketten, és aztán voltak ilyen edzések, mérkőzések, és aztán ott az Imre Bá és a Komora is belenézett ezekbe az eseményekbe, és aztán 10 maradtunk, és ebbe a 10-be belefértem én is. Aztán így hozta a 10 játékos kapott akkor igazolást, hogy igen, akkor a Honvéd játékosa lett akkor, ugye? Igen. Többiek mentek vissza mezőtúra.
Hát meg a egyéb más csapatoktól, ahonnan átvezetik. Mivel győzted meg őket? Hát pont te, akinek ugye azt mondták, hogy belőled nem lesz futbolista. Igen. Hát én megmondom őszintén, én nem voltam, legalábbis úgy gondolom magamról, hogy nem voltam soha zseni, de én nagyon szorgalmas játékos voltam. Ezt szokták mondani, hogy ha van olyan játékos, akitől megkérdezik, hogy vagy akinek mondják, hogy mit tudom én, csináljon 3 bukfencet, akkor aki megkérdezi, hogy minek, az már bonyolult. Én az a típus voltam, amikor azt mondtam, hogy mikor csináljon meg. Mindig ilyen voltál, vagy csak miután kiváltották belőled ezt a dacot? Hát ez kellett hozzá. Ez kellett hozzá mindenféleképpen. Ez, azért mondom, hogy én hálás vagyok annak az edzőnek, úgyhogy... Ki volt az a úriember? Hát... Jó, ha nem akarod, akkor nem kell megnevezni, persze. Nem akarom se megbántani, nem volt jelentősége, de az életemben nagy jelentősége volt. Azért is meg akartam mutatni, pláne úgy, hogy mondom, NB1-ben játszottam már akkor. Nem sokat, de mindig fiatal voltam, de igen, és akkor úgy gondoltam, hogy ha kapok lehetőséget, akkor megpróbálok élni vele, de hát nem kaptam lehetőséget. Aztán így mondom, a szerencse hozzám szegélyedett ezzel, hogy indult ez a bajnokság, és aztán ott föl tudtam magamra hívni a figyelmet a U21-es bajnokságba. Viszonylag jól szerepeltünk, aztán ajánlottak egy, mikor leszereltem, letelt a katonai időm, ajánlottak egy 3 éves szerződést a Honvédnál. És hát az a csapat, nem akarom felsorolni, bár megérdemelnék, a válogatott arra a csapatra épült, tehát nagyon jó közösség is volt, mert nagyon jó futbolisták alkották azt a Honvédot a 80-as években is, és hát én úgy voltam vele, hogy ebben a csapatban én nem fogok játszani, pedig futbolozni szerettem volna, reálisan próbáltam látni az esélyeimet, de akkor megint a szerencse, talán nem akarom emlegetni mindig a szerencsét, de a Vági Pista bácsi, aki nagyon tisztelek, mint embert is, mint edzőt is, mondta, hogy adjak magamnak egy lehetőséget, írjak alá 2 éves szerződést, ebből a Honvédból, ami a válogatott, mondom, erre a csapatra épült, bármikor el tudok igazolni bárhova, de adjam meg magamnak ezt a esélyt, ezt a lehetőséget, hogy hát a sikerül bekeverednem a kezdő csapatba, mert a keretben benne voltam, és hát úgy alakult, hogy a Varga Józsi volt a Gacsa, volt a bal oldali védő. Én mindig középpás játszottam, tehát én nem játszottam bal oldali védőt még gyerekkoromban se. De mivel ballábas voltam, sokat tudtam futni. Néha be is tudtam adni a labdát bal oldalról, tehát úgy jól álltam, vagy jól néztem ki viszonylag a csapat szerkezetébe. És akkor így Törökországba kiment a Gacsa, én meg velem próbálkoztak, és ott ragadtam, hál' Istennek, úgyhogy szerencsém volt ebből a szempontból is, hogy nem adtam föl, illetve nem engedték, hogy feladjam a honvédos pályafutásomat. És hát nagyon örülök neki, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen sikeres pályafutás lesz majd mögöttem. Hát igen, 5-szörös bajnok. Olyan jó csapatban játszottam. Magyar kupa győztes ugye 1989-ben, tehát minden megnyertél a Honvéddal, amit meg lehetett. Hát Magyarországon, határokon belül. Ezt szoktam mondani, egyébként lehet, hogy viccnek veszik, de hogy olyan jó csapatban játszottam, hogy még engem is elbírt, úgyhogy az nekem ajándék volt, hogy összejártok még ti, régi honvédosok? Össze. Hát elég ritkán volt egy időszak, amikor ez kimaradt az életünkből a találkozások, mert mondtam, hogy az előbb említettem, nagyon jó közösség is volt, nem csak jó csapat volt. És most egy 4-5 éve, talán 5 éve minden decemberben van egy találkozó különböző helyeken. Pont tegnap hívott a Garabaimi, hogy december 11-én lesz egy összejövetelünk újra. Ezt mindig ő szervezze, jól igen, tudom. Igen, igen, igen. Ennek igen. Ő a felelős. Igen, igen. Hát neki sok ideje van, aztán meg félig meddig csapatkapitány volt, az Anti volt az első, de ő is nagy vezérényesség volt ebbe a csapatba, úgyhogy ő össze tudja rántani a társaságot, és mondom, ez már 4-5 éve, ez most már szerintem hagyomány is fog maradni, amíg ez így van. Elégedett vagy a pályafutásoddal egyébként? Mert ugye hát a válogatottban 5-ször játszottál. Mennyire vagy elégedett mondjuk ezzel az 5-össel? 4-szer játszottam. 4-szer? Igen. Hát én
ahogy mondom, Nagyszínáson születtem, és szedtem ott a MB3-os megmegye egyes csapat játékosainak a labdát, nekem már az nagy öröm volt, de mikor elkezdtem futballozni, aztán azt mondták, hogy nem vagyok annyira ügyetlen, akkor azt szerettem volna, hogyha MB1-be tudnék játszani, ez megadatott Békés Csabán. Aztán, mikor úgy oda keveredtem a Honvédhoz, akkor megfordult a fejembe, hogy tehát egy lépcsőfokonként nem egyből világsztár akartam lenni, mert azért tisztában voltam a képességeimmel, lépcsőfokonként úgy gondoltam, hogy szeretnék legalább egyszer. Ezt is úgy poénosan mondtam a barátaimnak, hogy becserélnek a 90. percbe, a hosszabbításba, mit tudom, egy időhúzó cserének, és még átmegyek egyik oldalról a másikra, lefújja a bíró mérkőzés, én már elégedett lennék azzal, hogy mondhatom, hogy egyszeres válogatott voltam. Aztán most már sokszorosnak mondhatom magam, mert négyszer sikerült. Úgyhogy én maximálisan elégedett. Én úgy gondolom, hogy ami bennem volt, azt még lehet, hogy nincs hiányérzeted akkor. Nincs, egyáltalán nincs. Hogy szerettem volna többször lenni, jó lett volna, de én elégedett vagyok ebből a négyel is. Jó, még a versenysúlyodnál vagy, hogy elnézlek téged. Egyes hírek szerint még mindig jól bánsz a labdával. Ugyan jobbára most már csak lábtengózni szoktál, egyes hírek szerint. Igen. Hát öreg fiúkba is előfordulok, de már ott is öreg vagyok. Úgyhogy már az a bajnokság, nem tudom, hogy mikor lesz, amiben én tudok esetleg aktívabban részt venni. És hát, ahogy mondtam, nekem a gyerekkoromban újpesti dózsadrukker voltam, és azokkal az emberekkel tudok látni, szezni hétről hétre, akik nekem akkor gyerekkoromban istenek voltak, meg hát most is úgy nézek rájuk. Kikkel? Sarlósban? Sarlós Andrással, Juhász Petibával, Tóth Andrissal, Tóth Józseffel, tehát ilyen ikon szintű emberekkel. Tóth Jokka most lejár oda lábtenyészezni hozzátok? Igen, szokott egy párszor már volt ő is, aztán most egy ideje nem jött, illetve csak megnézi, nem érzi jól magát, úgy, hogy beteg volt, és most ő kevesebbet játszik, de nekem ezeknek az embereknek a képe ki volt rakva a gyerek szobámba a falakra, úgyhogy ez nekem az ajándék, hogy játszottak velük. De megvered őket, hogyha úgy ahhoz a sors, tehát nagyon, nem hibázod el az nagyon jól játszanak, tehát nagyon jól játszanak, nem egyszerű, vegyes van, mikor győztesben vagyunk, mert általában párost vagy hármast játszunk, vagy van, amikor győztesbe, vagyok van, amikor vesztesbe lehet. A mai újpesti labdarúgók tudnak arról, hogy tűni, hogy lábtenyészeztek? Ki szoktak menni? Megnéznek benneteket? Beszélgetnek veletek a régiekkel? Én nem vettem észre, de hát azért direkt nem jönnek ki ők, hogy minket megnézzenek, illetve ez csak mi baráti társaság, mondhatom, azt így egy más között megbeszéljük, hogy mikor találkozunk. Jó. És mikor lesz. De olyan már volt, hogy egy időben edzettünk, vagy edzett velünk a felnőtt csapat, és mi még lábteniszeztünk, és ami nagyon számomra érdekes volt, hogy vannak azért szurkolók, akik nézik az edzéseket, kijönnek. Most már nem olyan nyilván, mint régen. 15-20 maximum, na és abból a 20-ból mondjuk 15 átjött is. Inkább benneteket nézett. Igen, nézte a lábteniszt. Úgyhogy ez az érdekes volt, úgyhogy jó érzés volt, hogy akkor ne akkor tartsátok, mert akkor senki nem fogja nézni az edzést. lehet, igen. Hát te milyen sűrűn lábteniszeztek? Egyszer, igen. De akkor hallom, hogy elég több órán keresztül, az nem egy fél órás sport. Hát egy másfél-két órát szoktunk játszani, attól függ, legtöbbször a Tóth Andrásnak van programja, és akkor hamarabb abba kell hagyni. Helyére kell hozni valakit. Hát... Nincs jelentkező? De, lenne. Csak hát, ha ott vagyunk, mondtam, 9-10 vagy 8-an, akkor valakinek nem... Az már úgy nem jó, és akkor így direktben megvan, hatan vagyunk, akkor 3-3 az úgy tökéletesen, az meg nem lenne jó, hogyha valaki csak elhívunk, és mégse játszik. Mi van a Honvéddal? Egy kis jelen Honvéd, jó? Olyan jól indult a Honvéd, aztán most hát még az Újpesttől is kikap hazai pályán. Hát igen, úgy indult, hogy kicsit erősebb, acélosabb lesz ez a csapat. Hát nem tudom, hogy mi lehet ott igazából a probléma. Most nem is tudom, 4 vagy 5 mérkőzés óta nem is nyertek. Kozár Mislentől sikerült kiesni a kupába Honvédnak. Nagyon sajnálom, nem látok bele, mert
Nem tudok véleményt mondani. Hát majdnem úgy tűnt, hogy régi nagy Honvédot lehet majd látni, ugye a bajnokság elén aztán. És most kezdenek visszaszürkülni. Akadémián, igen. Akadémián vannak tehetséges srácok. Volt is egy időszak, amikor beépítgették őket, de aztán arról lett szó, vagy arról lett változtatás, hogy azzal kapcsolatban lett változtatás, hogy inkább akkor az eredményre mennek rá, mert nem fiatalokkal még nem biztos, hogy eredményesek is tudnak lenni. És akkor igazolt a Honvéd egy pár idegen légiós, aki szerintem nem olyan szintű, aki egy erősítést tudna jelenteni. Azt hiszem a Rossi nyilatkozta most a Újpest mérkőzés után, hogy a csatárok minősége határozta meg a mérkőzésnek a kimenetelét. És hát meg az Újpesté sem annyira fényes, maradjunk annyiban. Most úgy, hogy kezd összerakódni a csapat, de nem fényes. Jársz ki egyáltalán a Honvéd futball bajnoki mérkőzéseire? Meg vagy hívva? Van béleted? Törődnek veled? Hát ebből a szempontból nem panaszkodhatom, mert minden évben megkapom a bérletet. Na, szuper. Csak az a probléma, hogy mivel én edzősködöm, tehát ugyanúgy hétvégén nekem is mérkőzésem van, nem tudok kimenni a Honvédnak a mérkőzésre. Legutoljára a Nyíregyháza elleni mérkőzésen voltam, amikor nem is hoztam szerencsét, mert 1-0-ra kikapott a Honvéd. Úgyhogy Nyíregyháza meg már sajnos nincs az NB1-be, úgyhogy nem most volt. De hát mondom, ez elsősorban az oka, hogy én edzősködöm, és akkor nem tudok ketté szakadni, hogy mérkőzés is megnézem a Honvéd pályán, illetve a gyerekekkel kell foglalkoznom. Már régóta foglalkozol gyerekekkel. Tényleg mi a gond az utánpótlással, ha van gond egyáltalán vele? Mert felröppennek mindig hírek, sőt vastag hírek, hogy katasztrofális az utánpótlás edzőket újra kell vizsgáztatni, különféle licenszvizsgákat kell majd tenniük, aki nem, az nem lesz erre alkalmas. Most akkor mi van most? Milyen a magyar utánpótlás? Ezt nagyon sokszor fölteszik ezt a kérdést, és hát, én világos, neked világos, egyértelmű. Egyértelmű. Mariska, nem tehetem fel, mert... Nem reklamálok, nem azért mondtam. Csak hogy sokakat foglalkoztat ez a dolog, hogy igen, mert téma, az újságokban is téma ez, tehát az ember nem tudja kikerülni. Igen, hogy miért nem jönnek ki tehetségek, vagy még több tehetség a magyar utánpótlásból. Hát én arra gondolok elsősorban, hogy... Hát mit tapasztalsz? Hogy az edzéseket, tehát a magyar edzőket is nagyon szokták kritizálni. Én úgy gondolom, hogy az edzések... ugyanazt csináljuk, mint külföldi sikeresebb országok labdarúgásánál csinálják, csak nálunk annak a ritmusa az a nem megfelelő. Tehát ugyanazt megcsináljuk. De ez mitől függ, hogy nem az a ritmusa? Kellene átkódolni, vagy mi múlik ez? Hát a gyerekeknek a mentalitásán kellene javítani. Azaz, miért az, milyenek? Talán úgy gondolom, hogy tisztelt a kivételnek, mert vannak azért kivételek. Kicsit olyan langyosak vagyunk, tehát nem mindegy, vagy teljesen mindegy, hogy most ha egymás közti játék van, hogy kitalálja az edző, hogy valami, mit tudom, fekvő támasz a büntetés, vagy a vesztes csapat viszi le a kaput, vagy hát és akkor mi van, leviszem a kaput, vagy megcsinálom azt a 50 fekvőt, vagy annyira nem érdekli őket. Mondom, tisztelt a kivételnek. Hát én úgy gondolom, hogy mondom, az edzéseknek a ritmusa, meg a minősége, mert ugyanazokat a gyakorlatokat, meg hasonlókat csinálunk, mint a külföldiek, de ott nagyobb intenzitással. Ott a gyerekek magyarul, amit most nem akarsz még kimondani, de több utánpótlás edző már kimondott, hogy tulajdonképpen az a gond, hogy legtöbb esetben a szülő jobban akarja, hogy gyerek futballozzon, mint maga a gyerek. Hát ez így van. Ez így van, így van. Akkor innentől kezdve lehet bármilyen licensze az edzőnek, az utánpótlás edzőnek, nem tud vele mit kezdeni. Így van, így van. Ha az alany olyan, akkor ennyi. De ezen nem lehet változtatni, tehát most nem lehet őt átkódolni, az adott srácot. Ugye, meg azt csináljátok, hogy csak olyat fogtok kiválasztani, aki vértiszik, aki ilyen lappal, tényleg labdarúgásnak él, akkor elég lenne egy klub. Nem lenne elegendő gyerek. Hát pont tegnap játszottuk az utolsó bajnoki mérkőzésünket a gyerekekkel, és előtte mondtam
a srácoknak a felkészítve a mérkőzésre őket, hogy én azokkal a srácokkal szeretek igazán dolgozni, akik mindent megtesznek azért, hogy mindenkiből nem lehet olimpiai vagy világbajnok vagy válogatott futbolista, de egy átlagos képességű, adottságú játékos, aki viszont az edzésen hihetetlen szorgalmas, az lehet, hogy előrébb fog jutni, mint a önmaga által sztárnak vagy zseninek tartott játékos, és elszórakozza az edzéseket, és aztán szépen az, aki egy mondom, egy átlagos képességű, de viszont hihetetlen szorgalommal rendelkezik, az szépen kiteszi az indexet, és aztán beelőz, és aztán az meg leépül, és egy Láda Sörér játszik a Blasz 2-be, az, aki úgy gondolja, hogy hihetetlen tehetséges. Szóval ebben is specialisták vagyunk, illetve előjárók vagy élenjárók vagyunk, hogy nem tehetségetlenebb gyerek a magyar sem, mint mondjuk a német vagy az olasz, csak ezt mi szépen el tudjuk kótyavetyélni, meg szórakozni, már mi nem mi edzők, hanem a játékosok a tehetséget. És azért mondtam a gyereknek, hogy ezzel a szorgalommal sok mindent lehet elérni. Lehet, hogy mi azt nézzük, hogy ki mennyire tehetséges, és nem az, hogy ki mennyire szorgalmas? Hát nehéz egyeztetni, van olyan srác is természetesen, aki az jó Isten megáldotta, úgy született, és szorgalmas is, de a többség sajnos, mivel ő úgy gondolja, hogy előrébb tart, mint a többi, lazábban csinálja, könnyedében csinálja, el van kényeztetve. Akkor már nem tud felgyorsulni utána. Akár otthon, akár az edző részéről, hogy simogatja, hogy hát te rúgod a gólokat, illetve hátul te szerelsz, vagy te védesz a legjobban. És aztán igen, pontosan, ahogy mondtad, akkor utána kicsit elkényelmesedik, aztán már nehezebb. Te most a Újpesten a U18-as csapatnál vagy? Igen, igen, igen. Tehát magyarul felnőtt küszöbén. Igen. Hát. Régen innen már felnőtt csapatba kerültek a játékosok ebben a korban. Hát nem a reklám helye, de én 17 évesen NB1-be játszottam. Igen, és 18 éves srác még örül, hogyha esetleg NB3-ba tud játszani. Vannak kivételek, mindig nem akarok általánosítani. De, sőt, hát most akár a 18 évesen már válogatottba is játszottak annak idején. Mostanyag nem alkalmas, hogy alkalmasak lennének rá, csak a felnőtt csapat vezető edzői az eredmény kényszerű miatt nem nyúlnak hozzájuk, vagy egyáltalán felesleges lenne hozzájuk nyúlni, mert nem alkalmasak még rá, nem készek rá. Hát is. Ez az eredmény kényszer is, és akkor inkább a külföldieket, most nem akarom bántani őket se, de inkább én legalábbis a tehetségesebb gyerekeknek, a magyar srácoknak adnék lehetőséget, akinek talán még van valami... Van olyan most például, akiknek a nevét már mondtad a Újpest vezető edzőinek, hogy jó lenne, hogy odafigyelni rá, akár télen és akkor? Hát nem, sajnos nem. De félek, hogy azért nem, mert nincs olyan. Nincs olyan, egy meg másik nem is kérdezik, tehát... Jó, hogyha nem kérdezik, akkor nem mész, nem lehet így promotálni a fiatalokat? Ez veszélyes lenne, akkor... Hát nem, igazából nagyobb része az igazsághoz az tartozik, hogy most jelen pillanatban én nem látok olyan srácot, legalábbis az én csapatomban, aki esetleg benne lenne az NBA. Oda kerülhetne. Igen, igen. Ez szomorú. Szomorú, igen. Hát, akkor megint maradnak a külföldiek. Az én helyzetem most jelen pillanatban Újpesten az, hogy mi 19-es bajnokságban játszunk, és 17-18 éves srácokkal, tehát fiatalabbakként indulunk idősebbek között. Az mondjuk nem baj. Nem baj, nagyon jó szerintem, hogy tudnak erősödni, meg idősebbek ellen játszani a srácok. És hát ez egy jó edzés tulajdonképpen. Igen. És a jövőre lesz ezekből a srácokból egy 5-6, aki abba a keretbe beférhetne, mármint a U19-es keretbe beférhetne. Hogy hosszabb távon sok minden történhet egy év alatt, úgyhogy előfordulhat, hogy esetleg egy-két srác akár a NB1-be is megállhatná a helyét, de jelen pillanatban úgy gondolom, hogy még nem érettek erre. Zárásként sajnos időnk lejárt, egy kérdést hagytam végére. Nem akarsz felnőtt csapatvezető edzőként dolgozni, vagy neked doszt elég a gyerek, az utánpótlás korosztály? Hát én azt szoktam mondani, hogy ahol pattog a labda, én ott jól érzem magam. Most jelen pillanatban a utánpótlásban dolgozom, ahol szintén nagyon jól érzem magam. Nem volt megkeresés, tehát
Papírokkal hogy állsz? Bocsáss meg. Árlicenszem van, tehát NB1-ben nem lehetnék edző. NB2? NB2-ben lehetnék, illetve azon annál lejjebb, de hát igazából én voltam NB2-ben edző az MTK-nál, ahol szintén igen, tulajdonképpen az egy ifi csapat volt, de jó volt velük dolgozni, meg NB3-ban Dunakeszin is voltam, tehát felnőtt sportba is be. Mennyire? NB2-ben felnőttekhez? Hát az a feltételektől, meg a körülményektől függ, sok mindentől függne. Most jelen pillanatban jól érzem magam a utánpótlásban. Szóval a Honvéd ötszörös bajnok egykori válogatott labdarúgója jól érzi magát Újpesten, az Újpest utánpótlás edzőjeként. Jó, jó. Úgy gondolom, hogy minden rendben van, minden feltétel. A gyerekek remélem, hogy még szorgalmasabbak lesznek is, hát hogyha az a kívánságunk, azt hiszem mondhatom, hogy minél több NB1-es labdarúgó jöjjön ki az utánpótlásból, és nem csak Újpesten, hanem az ország minden területén. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.